A Hősök napjának eredete az 1917. évi 8. törvényre vezethető vissza. Ebben mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni. Az ünnepet a II. Világháború követően a kommunista diktatúra eltüntette a naptárból, majd a rendszerváltozás követően került ismét vissza a köztudatba. Most már ugye jóval több mint 100 éve, hogy az első világháborúban ugye Európa szerte a hadviselőfelek tapasztalták azt, hogy a korábbi háborúkhoz, korábbi hadműveleti eseményekhez képest nagyságrendileg több, ugye sok százezres hősi halott állománnyal rendelkeztek ugye a világháborús hadviselőfelek, és 1917-ben egyébként nem csak Magyarországon, vagy nem csak az akkori osztrák-magyar monarchiában, hanem más országokban is, de nálunk az osztrák-magyar monarchiában és azon belül ugye a Magyar Királyságban 1917-ben az akkori kétkamarás országgyűlés törvényt alkotott róla, az 1917. évi, jól emlékszem, 8. számú törvény ez, amely tulajdonképpen a még véget nem ért harcok tükrében ugyan, de a már tényleg több százezer fűsre dagadt hősi halottak számára kívánt méltó emléket állítani a világháborús harcok közepette. Dr. Pintér Zoltán Árpád képviselő riporterünknek elmondta, hogy a világháborús politikai összeomlás majd az ezt kísérő válságidőszak során tulajdonképpen ennek a kezdeményezésnek a további folytatása elmaradt. Éppen 100 évvel ezelőtt 1924-ben az 1924. évi 14-es törvény kiadásával az akkori egyébként már számozva második számú nemzetgyűlés, ugye ez egy kamarás törvényhozó testület volt, alkotott törvényt, amely megerősítette a korábbi kezdeményezést a Magyar Hősök emlékünnepéről. Ez tulajdonképpen május utolsó vasárnapjára tette a megemlékezést, és országszerte felhívta arra a különböző helyhatóságok, testületek, hagyományozó társaságok figyelmét, hogy illő lenne méltó emléket állítani a nagy háborúban elesett hősök emlékére. Sajnos ugye a II. Világháború után az államszocialista fordulattal ez az emlékünnep tiltottá vált, tehát nem lehetett megemlékezni a két világháborúban harcoló katonáinkról, hősi halottainkról, azokról, akik ugye a legnagyobb kincsüket, életüket áldozták a háború során, és majd a rendszerváltás után, pontosabban egy 10 éves távlatban éledezett fel a remény újra, hogy ez emlékünneppé válhat, és ugye napjainkra ismét a magyar hősök emlékünnepeként emlékezünk május utolsó vasárnapján a elesett katonahősökre. A Hősök napja alkalmából az emlékünnepen a Karcagvárosi Önkormányzat képviseletében Szepesi Tibor polgármester, Gyurcsák János alpolgármester, Rózsa Sándor jegyző és dr. Pintér Zoltán Árpád önkormányzati képviselő helyezte el az emlékezés koszorúját az első és második világháborús, valamint a Levente emlékműnél.